Jó estét! Ha minden igaz. Élő? Nem igazán tudom. Leellenőrizni. Jó. Megkaptam a konfirmációt. A Zerg Overlord a téma. Valószínűleg reflexből sokszor fogom ház néven említeni. Ez egyszerűbb, rövidebb, nincs jelentősége, csak automatikusan asszociáljatok arra. Eszembe jutott, hogy nagyon egyedi ez a mechanikája ennek a fajnak, így a házat illetően, tehát nem olyan, mint a Protoss vagy Terrannál, és mivel megvan a 30. Facebook like, ezért valami kis tutorial adást akartam adni, úgyhogy talán egy saját adást megérez a téma, mert elég sokoldalú. Tehát ebben is van mélység a ház elhelyezésben, mint piszkozat, vagy nem tudom, hogy micsoda. Chatbe beteszem azt a képet, ami esetleg egy ilyen vázlatszerűséget adhat. Hát itt nem látni. Igazából kitehetném streamre, de mindegy. Nézzétek meg nagyban, majd néha napján. Mert itt fontosabb a hang szerintem, mint a kép a mostani adásnál. Nem ezzel a pályával. Ezzel a pályával akartam példázkodni replayben, de mivel erről találtam képet, és csak erről találtam képet, ezért inkább valami másik pályát nézek meg, és akkor van ez a pálya, egyébként ez Wings of Liberty, tehát nem kell annyira szó szerint venni, ez a kiegészítőben már annyira nem állja meg a helyét. Elsősorban azért, mert ugye a rózsaszín pontok azok ZVZ-t jelentenek, és ZVZ-ben, hát persze általában szétszórjuk a házakat, de azért nagyon erős mostanában a Mutalisk nyitás, úgyhogy relatíve hamar be kell hozni őket, vagy akár nem is szétszórni. Meg azért sem teljesen vagyok megelégedve ezzel a képpel, mert sok helyet kihagy. Ezt nem teljesen értem, hogy miért. Elsősorban a sárgáknál, ami Protoszt jelent. Tehát az összes ilyen űr helyre szerintem oda lehetne tenni a sárga pöttyöt, de mindegy, ezt majd egy pályán demonstrálom, egy replay. Tehát ugye tegnap, vagy mikor, tegnap előtt, nem tudom, én elég sokat 1v1-eztem, és azok élesben mutathatják, hogy én hogy helyezem a házakat. Persze backseat gémelni én is tudok, és fogok találni hibákat. De ez játék közben is azért megoldható. Tehát akkor nekem körülbelül annyi van felírva ide jegyzett gyanánt, hogy a gyártási időzítés, ez elég fontos. Supply block elkerülése. És a második az a különböző matchupoknál az elhelyezése a házaknak. ZTP. Szerintem van nekem replay-em mind a háromra. Van. És vannak zárt pályák is, tehát ahol nincsen űr. Úgyhogy ez is nagyon jó. Úgyhogy szerintem be is megyünk egy ZVT-be. Azért jó az a pálya, mert nem nagyon hasonlít a Daybreak-re, ami a linken található, amit beírtam chatre. És így úgymond önállóan on the fly, tehát hogy így akció közben felfedezhetjük, hogy hova helyezhetjük a házakat. Tehát nem csak az előre meghatározott helyek vannak, ugye, mint a képen, hanem amikor majd ti játszotok legközelebb 1v1-et, akkor ti is, hogyha mondjuk először találkoztok egy pályával, akkor is meg tudjátok majd egyedül határozni, hogy hova menjen a ház. Tehát az első
pont, ami nagyon fontos, a gyártási időzítés, azt nagyon sok helyen látni, hogy 9-nél jön az első ház, az 9 dolgozót jelent. Esetleg még azt lehet megcsinálni, hogy 10-ig elmegyünk dolgozóval. Ezt gyorsan bizire rakom magam. Igen. Köszönöm. Elvesztem itt a gondolataimban. Szóval 9-nél vagy 10-nél lehet hozni egy házat. Ha 10-nél hoznak emberek, nincsen játékhang, akkor csinálnak egy gáztrükköt, hogy elkezdik 75-nél a gázt, az 25-be kerül, egyből megvan ugye a nyersanyag egy következő dolgozóra, és elkezdik a dolgozót, és utána visszamondják a gázt, és akkor így 11-re mennek, és akkor néhány másodpercet nyernek, és előbb készül a ház. De általában ja, hogy én itt T vagyok, emlékszem, ez unranked. Jó, akkor ezt nem teljesen így kellett volna. Mindegy, szóval 9-nél az első, a második, ugye 8-at ad, 8 supply-t egy ház, tehát 18-ra visz fel minket 9-nél a ház. Hogyha egy hatch first-ot választunk stratégiának, mint itt az ellenfelem, a meccs kimenetele és hogy ki milyen fajt játszik, az, annak nincsen jelentősége értelemszerűen. Mondjuk egy 15-15-nél érdemes mondjuk 16-nál vagy 17-nél csinálni a következő házat, hogy legyen hely Queennek. Fontos, hogy legyünk tekintettel arra, hogy az az egység, amit házgyártás után csinálunk, vagyis hát a következő lárva körben, az mennyi supply-t veszel. Tehát, hogyha támadunk roachokkal, mondjuk 3 bázisról, akkor nagyjából 15 lárvánk van. Tehát, hogyha 30 supply-t engedünk előre magunknak, akkor az úgy megfelelő. És egyébként nem szabad félni a korai házgyártástól, tehát nem baj, hogyha nagyon sokat megelőlegezünk magunknak, az még mindig jobb, mint a supply block. Az olyan, hogy költeni kell. Itt a... Mint mondtam, a meccs kimenetele annyira nem fontos. De én úgy szoktam csinálni a házat, hogy ne felejtsem el, hogy minden gyártási ciklus, ha lehet így nevezni, az a Queen Injection-ok határozzák meg a ciklusokat. A ciklust mindig házzal kezdem. Tehát nekem én nekem mindig úgy van, hogy V a ház. Tehát itt megnézzük a lárvát, és V, és utána gyártok bármit, akár dolgozó, akár harci egység. Hogyha harci egység és több supply, mint például Roach, vagy ilyesmi, akkor készen nyomok V-t értelemszerűen, mert két házat akarok legyártani. A helyezést így némiképp bevezeti, de még nem igazán arról van szó, az, hogy... Na jó, itt túl sok minden történik, úgyhogy egyelőre lepózolom. Az, hogyha van nekünk itt egy tojás, és... tehát kijelöljük az összes lárvát, és utána legyártunk egy csomó mindent, és akkor itt a kiválasztásnál lesz egy rakat tojás. Hogyha mi jobb egeret nyomunk utána, bárhova, akkor az a rally pontját meghatározza a tojásnak, tehát hogyha megszületik, akkor oda fog menni. Egy nagyon hatékony és egyszerű megoldás arra, hogy házakat ne utólag szórjuk szét, mert sokszor van, hogy a bázisban, itt, a mainben, vagy esetleg itt a rally pointnál egy ilyen V alakban, biztosan ti is láttátok, már összegyűlik a ház. Hogy ne kelljen mindig oda menni és kiválasztani az összeset, progamert is egyébként nagyon sokat látni, hogy kiválaszt egy rakat házat, és utána elkezd a minimapra kattintani. Jobb gomb, mondjuk leszed kettőt shifttel a kiválasztásból, és utána kattint megint máshova, megint leszed, és így tovább. Amíg szét nem szórja. Na most, hogyha már tojás formájában megadjuk a rally pointot, akkor megspóroljuk magunknak ezt, és nem csak, hogy megspóroljuk ezt az erőfeszítést, de sokkal hamarabb a célállomáshoz ér a ház. Tehát, ha mondjuk van 4 lárvánk, teszem azt,
és abból egy házat akarunk csinálni, akkor én azt mondanám, és mondjuk dolgozót gyártunk, akkor V, D, D, D. Ez lenne négy lárva. Annyi különbséggel, hogy a V után egy jobb gombot nyomok a minimapon, valahova, ahova akarom küldeni, arról majd később lesz szó az elhelyezésről. A V után egy jobb gomb, vagy a minimapra, vagy lehet persze itt is, fent is. És utána nyomom le a 3D-t, mert akkor értelemszerűen csak az első tojásnak adtam meg a rally pointot, a következő három egység, ami jelen esetben dolgozó, az pedig arra a helyre fog menni, amit a hatch megad. Tehát, jó, most ezt unpózoljuk, ez itt nem lesz egy túl sikeres játék részemről, de például, tehát akkor az időzítés az mindig az, hogy csak hogy befejezni ezt a témát, ahány bázis, ez két dologtól függ, hogy hány bázisunk van, mert az nagyjából meghatározza, hogy mennyi lárvánk van, ez értelemszerűen nem egy örök igazság, nem fixen van ugyanannyi lárvánk mindig, de nagyjából jó. Tehát mondjuk egy bázisnál mondjuk 4-5-tel számolni, két bázisnál 8-10, és így tovább. Bázisonként egy olyan 5 lárva, vagy inkább 4. Attól függ, milyen jó a makrónk természetesen. Tehát három bázisnál ne féljünk például három házat legyártani. Még akkor is, hogyha dolgozógyártás van. Például PVZ-ben, amikor egy korai harmadikat elfoglalunk, és még izomból dolgozókat gyártunk, ami csak egy supply darabja, akkor is lehet három házat lehívni, és már kiküldeni a helyére. Mert ha megvan előlegezve, akkor biztosítjuk, hogy nem leszünk supply blokkolva, és el tudjuk költeni a pénzünket hatékonyan. És dolgozó tud jönni minél hamarabb. Ez is nagyon fontos. Időzítésről mit kéne még? Szerintem más nem igazán. Még annyit tennék hozzá, hogy egy Grandmaster zergjátékosnál láttam egyszer, hogy még mielőtt bármilyen nagy csata vagy öldöklés lett volna, ő 200 per 100-on volt, így a midgame eleje körül. Nem is tudom, hanyadik perc volt, de az a lényeg, hogy úgy relatíve háborítatlanul ment fel 100 supply-ig, és ő már 200-on volt a házakat illetően, tehát ő ennyire megelőlegezte magának, és ő Grandmaster, úgyhogy ha ez bármit is jelent, akkor az az, hogy nem szabad félni túl sok házat gyártani, mert az még mindig jobb, mint hogyha nincsen ház időben, supply block, nem jön az egység, és pont egy olyan időzítéssel megvernek, amivel alapból nem vernének meg, ha mondjuk megelőlegeztük volna a házat. Tehát esélyes, hogy lesz rá pénzünk, hogy előre gyártsunk sok-sok házat, mert most értelemszerűen ilyen alacsonyabb ligákban gondolkozunk, bronztól egészen, nem is tudom, talán még a gyémánt is alacsony liga, ott is elég szép bankok szoktak lenni. Én ismételten csak azt tudom javasolni, hogy a gyártási ciklus elején házat gyártani, az mindig úgy kezdeni. Mert egy, akkor nem felejtjük el, kettő, nem fogyunk ki a lárvából. Tehát, hogyha mondjuk gyártunk dolgozókat, mint az őrült, akkor nem azon, hogy ráfekszünk a D-re, és utána hopp, elfogyott a lárva, és kellett volna házat csinálni. Hanem egyszerűen V, esetleg még egy V, és utána ráfekszünk a D-re. És akkor amennyit a bankunk enged. Na most, házelhelyezést illetően a képre visszamegyünk. Egy kicsit, itt hoppá, tök jó. Nem működik az előnézet, jó, akkor... ismét bemásolom ide chatbe, a technika közbeszól. Hogyha kinagyítjátok ezt a képet, igazából talán én is kitehetném. Hát jó van, kiteszem, egy kis türelmet kérek. Hogy akkor a streamen is benn legyen. Na, meg is vagyunk. Hát, nagyjából jó ez.
Tehát amit észre lehet itt venni, az az, hogy ha most figyelmen kívül hagyjuk a rózsaszín pöttyöket, amik ZVZ-re vonatkoznak, hogy alapból a zöld az a TVZ, és a sárga a PVZ, alapból az ilyen halott, vagy hát járhatatlan területeket célozza meg házakkal. Különösen, hogy nem az egész kép látszódik, és mi a franc van? Ja, igen, jó. Különösen igaz ez a jobb alsó és a bal felső sarkokra. Ott nem csak, hogy pöttyöt rakott, hanem húzott csíkot zölddel, tehát TVZ-nél. Ezek droppok ellen vannak értelemszerűen. Itt bal lent is. Várjunk csak. Nekem az egerem ennél nem látszódik. Igen. Ja, mindegy. Szóval 6 óránál is van egy TVZ pötty, illetve 12-nél is. És amik csíkozottak és teljesen járhatatlan területek, oda is, azt is tele lehet spamelni házakkal értelemszerűen. Valamiért ott nincsenek pöttyök. Azt nem teljesen értem, hogy miért. De igen, és a pálya közben, amit láttok TVZ-ben, az szintén járhatatlan, az csak a pálya adottságaiból fakad, ott ilyen dísz van, és high ground, tehát alapból nem látnak fel. Szerintem a PVZ az nagyjából megegyezik a TVZ házelhelyezési pontokkal, annyi különbséggel, hogy azért vannak ritkábban sárga pöttyök, amik PVZ-re utalnak ezen a kis vázlaton, mert az öbzölve miatt fellátnak, és könnyebben leszedik. Persze lehetne mondani, hogy medivákot használ a té, de azzal nem igazán szoktak úgy külön utakra menni, mint öbzölvővel, ami általában külön csoporton van, és expert keres, és ilyenek, és a többi, és a többi. A ZVZ pöttyök pedig a fontosabb területek, ahol lehetne látni egységeket, hogy jönnek, mennek. Illetve Exp-nél, még itt látjuk 3 óránál, ahol a jobb fent kezdő játékosnak a harmadikja lenne. Tehát azt scoutoljuk, és értelemszerűen ez tükrözve is megvan. Ott az a pont. Egyébként ami prioritást élvez, az a rámpák. Mert az szűkíti le eléggé ahhoz a járható utat, hogy a leghatékonyabb, legnagyobb eséllyel lássad az egységeit. Mert ugye, ha egy nyílt területre viszed a házat, akkor megvan az esély, hogy pont a Field of Vision-on kívül mozgatja az egységeit. Viszont rámpáknál ez minimalizálva. Tehát most, hogy ezt megnéztük, visszamegyünk a replaybe. És megkeressük ezeket a járhatatlan területeket. Ide tökéletes. Egy vagy két ház. Akár kettő is, így vízszintesen. Ez különösen a droppok ellen jó, most ugye maradunk ennél a matchupnál, a TVZ-nél. A többiről is nézzünk majd replayt. Tényleg azért is folytatjuk a játékot, hogy megnézzük, hogy ez a játékos hova helyezi, ez nem én vagyok, ez az R játékos, tehát ezt meg kell jegyezni. Itt is van járhatatlan terület, tehát ide is jöhet egy ház, és itt is. Tehát ez nagyjából hasonlít a Ohanára, így a bázisok elrendezését, meg a járhatatlan utakat illetően, ide is jöhet ház természetesen. Ez azért nagyon fontos, mert a droppok általában mainről vagy naturalról indulnak, és nincsenek csoportosítva, hanem csak kiadja a játékos a parancsot, tehát így fogja küldeni szögletesen, tehát shift jobb kattal fel sorakoztatja a parancsokat, hogy erre jöjjön, erre, és aztán itt ledroppoljon. Vagy ugye erre. Tehát ez tükrözve is igaz, amiket végigmentünk itt a jobb oldalon, ide is házakat, a járhatatlan részekre. Itt a pálya adottságai, talán még ide is jöhet ház. Ezek
sok játék után jönnek ezek a tapasztalatok, hogy hova lehet a járható részeken belül is elhelyezni házakat. De ami nagyon fontos, hogy a járhatatlan részt telespammeljük. Belepörgetünk a játékba, mert kíváncsi vagyok, hogy hova helyezi. Tehát most akkor csak a zerg játékost nézzük. Hát ő nem nagyon szórja szét a házait. Igen, ő egyáltalán nem. Lehet, hogy magammal kéne példázkodnom. Keresek egy replayt, amiben TVZ-t játszom. Hát ez mondjuk Daybreak. TVZ. Úgy látszik, TVZ-ket mostanában nem nagyon játszottam. Persze, hogy kétszer kattintottam erre. Nem ezt akartam. Én TVZ-t nem találok. Azt hiszem. Vagy esetleg még régebbről. A PVZ az nekünk nem jó. Vajon a billentyűkkel nem lehet a nyilakkal ugrálni replayek között. TVZ. Hol van? Vagy nézzünk egy... De nem, Daybreaknek nem sok értelme van, mert arról van a kép. Esetleg egy régebbi replay. Hát ezt nem. Ezeket már leadtam, úgyhogy ezt nem akarom. Nem sok té van hocban. Hát. Nem nagyon látok. Jó, akkor megnézzük a Daybreak-et sajnos. Jobb hiány. Egy másik pályát akartam, de hát akkor ez van. Plusz házgyártása, hogy lelőhetik? Én szoktam, különösen, hogyha beáldozunk házakat, ez majd PVZ-nél lesz nagyon szembetűnő. Majd arról is szótejtek, hogy előre gyártani, úgyhogy majd kitérünk arra. Belepörgetünk gyorsan. Én ahova szoktam kiküldeni házakat, ugye mint mondtam, lárva kijelölése V, és utána bármit, amit gyártok, ide kettő északra, tehát hogyha most ebből a pozícióból indulunk ki, ide egy, legalább, ide egy, ide egy, ide kettő, ide egy, ide egy, és ide egy. És még ide hátra is egyébként megjegyezném, tehát amikor már telítve vannak a kinti területek házakkal, akkor ide hátra is jó küldeni, ugyanis van, hogy medivekkel elbújnak oda, vagy bánsi, vagy valami. És jó, hogyha van, tehát jó, hogyha minél többet látunk. Egyébként láthatjuk, egy pillanat, erről azt hiszem még nem ejtettem szót korábban, úgyhogy inkább most. Mindjárt elkészül a ház, vagy valamiért nem gyanakszom arra, hogy bunker jön, és már kiküldtem. Tehát a második házamat az expemhez küldtem azért, hogy bunkert vagy pylont nézzek, hogy lemegye valami korai agresszió. És ugye meggyőződtem arról, hogy nem jön, akkor már elküldtem, ez a második házam az elsőt, azt itt látjátok a minimapen, hogy milyen útvonalon jött, így jött. Így, és így látja az expet, és ide leküldöm. Ide erre az üres részre, és itt lehetett is látni, hogy itt adtam a parancsot. A második ház az exptől ide jön, lentre, és ez pedig a harmadik ház, ez ha jól látom, akkor ide jön. Egyébként jöhetne ide is, de azt hiszem ez most ide jön. Tehát már elkezdem feltölteni a járhatatlan területeket házakkal, és ennek az a jelentősége, először is ugye drop ellen nagyon jó itt ház, itt is, és itt is. Másodszor, ha be akarunk áldozni házat, akkor két oldalról tehetjük. És ez ugyan kétszer annyiba kerül, viszont sokkal hatékonyabb, mert biztos, hogy látjuk az egész bázisokat. TVZ-ben annyira nem fontos beáldozni házat, szerintem, mert relatíve könnyű scoutolni, hogy mire mennek. Általában
Hellion, legalábbis Wings of Liberty-ban az volt, hiszen kordában akarják tartani az ERG játékost, és ha már Hellion-t hozott, akkor az már egy bizonyos formája a scoutnak, tehát elárulja, hogy hogy mire is megy, onnan lehetett persze Banshee, vagy egyenesen Mac, vagy Bio, de azért az segít. Szóval a TVZ-ben annyira nem gyakori, hogy beáll azok a házat, itt közben révbe ér ez a ház ide jön, ide már ki is helyeztem még egyet, tehát hogyha megnézzük a Visionomat, most leszámítva a Zelnaga tornyot, meg itt elől a Linget, de egyébként ez kiváló map control, zárójel bezár, ha csak a házakat nézzük, akkor nagyon sok mindent látok. Még az expet is látom. Ha nem lenne itt ez a link, akkor is látnám, mert ez a ház látja. És ez a ház pedig ide jön. És akkor ugye fel van töltve ez, 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 és még ide kéne egy esetleg, ide így. De mivel elfoglalom a harmadikat, ezért ugye itt fontosabb a vision. Tehát itt már nagyon szépen szétszórtam a házakat. Azok a pontok, amik bent vannak és járhatóak viszonylag, az ez például, de azt látni a képen is, mert ez egy high ground, és itt nem lőhetik le a házat. Van itt is egy, itt is, a Zelnaga tornyoknál. Így. De természetesen a Zelnaga torony az ad visiont high groundra, tehát az kicsit kockázatos, illetve még itt nagyon fontos. Mert itt látjuk, hogyha ezen a rámpán kimozdul. És ez fordítva is megvan. Tehát ezek azok, amik nagyjából járható utak. Máshol, hát még itt van. De, mint igen, azt látni a képen. Azt hiszem ennyit akartam a ház szétszórásról. Még arra vagyok kíváncsi, hogy ahogy halad a meccs, hova szórom a házakat. Ezek mind külön ralliba jönnek. Azt nem tudom, hogy miért ide küldtem, természetesen backseat gémelni mindenki nagyon jól tud. Meccs közben biztos logikusnak tűnt, hogy ide küldjem őket. De ide küldtem már egy másodikat. Ez nagyon fontos, mert így mindent látok. Meg még egy harmadikat is. Igazából annyira nincs jelentősége, hogy hány darab van. Az a lényeg, hogy legalább egy legyen ezeken a területeken. Kicsivel a felénél túl járunk. Ha jól látom, ez a hátsom nem volt becsoportosítva, és azért van ennyi lárva. Király. Hát, így a ház helyezést illetően itt nagyon jelentős dolog nincs. Ezek is ralliból jöttek, ez mondjuk még fontos. Ez azért fontos, mert ha detection kell. Tehát bázison belül is kell hagyni. Most a bázist én úgy értem általában, hogy main és natural, összekötve. Itt is van ház, láthatjuk, és itt is. És most jönnek ide is, mint ahogy mondtam. Itt védve is vannak, és visiont is adnak. És ezek pedig azért vannak, hogy ugye övösszi a gyártás. Tehát, mert a Banshee az bármikor előfordulhat. Vagy, de igazából bármelyik matchupban mínusz az ZVZ. Mert hogyha DT-k besétálnak, akkor ugye. Igen, tehát akkor gond van. Úgyhogy, igen, tehát most megnézzük, itt most már gyakorlatilag vége a replaynek, megnézzük, hogy vannak házak, és láthatjátok, hogy nagyjából ott, ahova rajzolva is van, meg amiket elmondtam. Így. Nem került sor a beáldozására ezeknek a házaknak, de az PVZ-nél fontos. TVZ-nél annyira nem, mint korábban elmondtam. Remélem, hogy egy PVZ replay-en majd látszik, hogy megelőlegezek házat magamnak. Kair kérdezte, hogy mennyire jellemző, hogy előre venni házakat azért, mert tudjuk, hogy el fogjuk veszíteni. És eléggé jellemző PVZ-ben. Jó, ezt a pályát már így nagyjából láttuk. Most keresek egy PVZ-t. Kohó Szöcsi.
Hát mondjuk ez jó, végül is betöltöm, de ez egy különös pálya, mert nem igazán van jelentősége a az Overlord Scoutnak. Nem is tudom, hogy itt beáldozok-e házat. Igazából egy olyan replayt kellett volna találni, ami egy kicsit nem ennyire rendhagyó pálya, mint ez. Mert ott esélyesebb, hogy beáldozok házat, és akkor lehetett volna látni a Production tab-on, hogy legyártom azt a kettő darab házat, mert a kettővel szoktam scoutolni, tehát ezt már az előző replayben is megemlítettem, hogy azért két oldalra helyezem az ellenfél ménye körül, mert két oldalról egyszerre sokkal hatékonyabb scoutolni. Itt nagyon sok a járhatatlan terület. Tehát itt konkrétan tele lehet szemetelni így a házakkal, most hogyha abból indulunk ki, hogy innen kezdtünk, és így, ezek a legfontosabbak. Persze itt is lehetne, de az nagyon messze van, és hogyha Stargate-re megy, vagy Starport-ra, TVZ-ben, akkor nagyon sok házat bukunk, mert az nagyon messze van. Itt még menthető talán. Főleg, hogyha össze van kötve Creep-el a bázisunk, akkor a Queen-ek megmenthetik a házakat. Itt már látható, hogy kiküldtem a házamat, ez nem tudom, hanyadik házam volt, de már relatíve korán. És erre azért nem is pózolom le, csak hogy haladjon. Csak ki akarok térni, hogy ez nulla erőfeszítés, amit én mondtam, hogy amikor a lárvák ki vannak jelölve, és lefagyott a játékunk, amikor a lárvák ki vannak jelölve, és házzal indítjuk a gyártási ciklust, akkor nulla erőfeszítés ránézni a minimapre, és miután megvan a ház tojásban, jobb gombbal kattintani valahova. Én már teljesen rászoktam erre, és csak ajánlani tudom nektek is. Amire még ez jó, talán Day9-t hallhattátok, vagy olvashattátok valahol, hogy hogyan javítsuk az általános éberségünket a játék menetével kapcsolatban, hogy mikor ránézni a minimapre. Egyébként csak jelezném, hogy itt egy Phoenix, és ő is szögletesen küldi. Csak úgy, mint a TVZ-ben a medevac dropok. Szóval a Day9-t is hallhattátok, hogy akkor érdemes a minimapre nézni, amikor nincs mit látni, csak jelezném, hogy hogy vannak szétszórva a házak. Szinte tökéletes vision. Északon. És Phoenix-el elég sok időbe telik, mire leöli ezt a négyet. Tehát mondjuk nem hiszem, hogy veszi a fáradtságot. Vagy ha veszi a fáradtságot, egyébként be lehet hívni a házakat. Ezt egyszer megcsinálja, másodszor talán, de harmadszor garantálom, hogy nem fog körbe menni. És csak annyi, hogy hazahívni, és utána egy idő után vissza kiküldeni a házakat. Mit kezdtem el mondani? Hogy Day9 is igen, hogy mikor a legalkalmasabb a minimapre nézni, amikor nincs látnivaló itt fent, a fenti részen a képernyőn. És az pedig akkor van, amikor gyártunk. Hiszen bárhol lehetünk, itt nézhetjük a füstöt, kijelöljük a gyártási épület, jelen esetben hatchery csoportját, és utána gombokat használunk. Tehát nincs szükség arra, hogy nézzünk bárhova is. Viszont ha házzal indítjuk a gyártási ciklust, és megnézzük a minimapet, hogy hova küldjük a házat, akkor ugye gyártunk, ugye a ház után jön a dolgozó vagy a katonai egység. Ez most a lényegen nem változtat. Az a lényeg, hogy nézzük a minimappet, és közben gyártunk. Tehát ez abban is segíthet, hogyha a rally pontját mindig megszabjátok a házaknak, hogy azt csináljátok, amit Day9 is javasol, ami, hogy gyártás alatt nézni a minimappet. És ez nagyon fontos Zerg játékosként, hiszen többet látsz a minimappen effektíve, mint a többi faj, hiszen szétszórod a házakat, és rendelkezésre áll a Vision, csak használni kell, és nagyon sokan nem is nézik. Én is nagyon sokszor nem nézem a minimapet, és nagyon sokszor nem látok droppokat, vagy fontosabb egységeket, mozgásokat a minimapen. Pedig fizikailag látom, mert ott van a ház, csak egyszerűen nem nézem a minimapet. Tehát erre rá kell szokni, hogy nagyon gyakran nézni a minimapet. Minden egyes házgyártásnál, ha ránéztek a minimapre, az például nagyon jó.
Ide is elkezdtem szétszórni a házakat, és még ide előre is lehetne. Igen, itt a Vision-t nem pótoltam itt északon. Én is csak emberből vagyok. Csak azt tudom mondani. Rámegyek a saját Vision-omra, mert az kicsit többet megmutat. Tehát a pálya déli része, itt is van egy övösszél. Elég jó a Vision-om. Több ház, hol a többi ház? Ja, már 200-on vagyok, úgyhogy nem lesz több ház. Hát igen, akkor ez nem egy különösen jó példa, már csak a pálya miatt is, meg az én játékom miatt is. De mint mondtam, PvZ-ben nagyon hasonló a ház elhelyezés, mint TvZ-ben, hiszen Wall Prism miatt kell elsősorban. A Stargate egységet, hát azok gyorsabbak minden, tehát alapból a háznál. Lehet, hogy megveszitek a speed upgrade-et, de alapból gyorsabb, tehát igazából a scoutoljad az majdnem, hogy garantált damage. Kivéve, ha egy szem Phoenix van, mint mondtam itt korábban. Tehát akkor még azt el lehet kerülni, a károkat. Ja. Lehet, hogy nézek egy gyorsan egy PvZ-t egy normálisabb pályán, és utána az ZvZ. Itt van egy nagyon szép PvZ pálya, sőt, ezen még ki is kapok, úgy emlékszem. De ez egy tipikus pálya, én azt mondanám, egy átlagosnak mondható. Van járhatatlan terület is, de nem túl sok, mint mondjuk az előzőben. Itt nagyon szépen lehet látni, hogy a droppok, illetve a légjegységek honnan jöhetnek. Itt van ilyen bázis közti járhatatlan terület, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni. Ezek is nagyon jó helyek. Természetesen az ellenfélnél. Tehát ez egy tökéletes terület itt. Ez számtalanszor van, hogy talán ő nyit ezzel? Igen, ennél a replayben is látni fogjuk. Tehát ő nyit ezzel a Gateway Expansion-nal. Fontos scoutolni, hogy ugye valóban rak-e második bázist. És hogyha ide rakjuk a házat, ez nagyon szép, mert ide is be tud jönni. Meg ide is vissza tud nézni, és azt majd láthatjuk is, hogy én rendszeresen visszanézek. Ellenőrzöm, hogy a Nexus nem mondja el vissza, tehát nagyon szép, jó ez a hely. Nagyon jó kiinduló pont. Akár a Naturalját akarom scoutolni, akár a mainjét. Átmegyünk az én Visionomra. Ide raktam egy házat, ugyanis ez egy ilyen fura alakú main, és ide jöhet Warp Prism, vagy Proxy Pylon. Úgyhogy igenis fontos, hogy ne csak járhatatlan területekre tegyük a házakat, hanem olyan járható területekre, amik potenciális veszéllyel rendelkeznek. Viszont itt láthatjuk, itt a járhatatlan területeket is elkezdem benépesíteni. Itt délen is. Itt is. Ez is egy nagyon jó terület, ugyanis a harmadikját, illetve a negyedikét, attól függ, hogy hogyan expa. Negyedikét is lehet scoutolni, illetve a mainjét is. Itt az, amit látok hiba, hogy nem látom, hogy van-e harmadikja. Jelenleg. Illetve itt láttam, hogy nincsen. És most egy övösszíje. Jaj. Na, ez tökéletes. Szerintem ez az a prototípikus, vagy nem tudom, minek nevezzem, példa, amiről korábban beszéltem, hogy két házzal scoutolni. Két ház scoutnál már csak a két övösszíje scout a jobb. Legyártottam ezt az övösszíjat, és ezt. És ha megnézzük az útvonalát, a lenti az így jön, a fenti, annak nem látjuk a vonalát, viszont az ide jön. Itt van az egér. Tehát két irányból két ház felfedezi gyönyörűen. Ez ennél hatékonyabb scout nincs is. Két okból. Hát egyik ugye már mondtam, hogy kettő van belőle. De a másik, hogy az övösszíje gyorsabb, tehát még kisebb az esélye, hogy elveszítjük a házat.
és még nagyobb az esélye, hogy háborítatlanul felfedezhetjük a ményét. Igaz, hogy ide is el kellett volna hozni, a Mineral Line-ba, illetve kicsit jobban is scoutolhattunk volna, de a lényeg az a pozícionálásomat. És ő ide visszajött, ő pedig ide. Hát nagyjából helyet cseréltek, mondjuk ő egy kicsit itt még nagyon a mainben van, úgyhogy itt most veszélynek van kitéve, de így. És láthatjuk, hát ide küldtem így a házakat. Egy idő után, amikor már sok házat gyártunk, akkor elkerülhetetlenül ő valahova felgyülemlik a ház. Felgyülemlijen? Valamelyik. Valami ilyesmi. Valahol a ház. De az lényeg, hogy valahol legyen, csak ne lógjon haszontalanul. És láthatjuk, hogy itt is van nekem ház. A Naturalnál, hogyha esetleg detection kell, amiről korábban beszéltem. Ezek is azt hiszem bázisba jönnek. Ja, itt már itt krízis helyzet van, úgyhogy az nem igazán számít, hogy ezek hova mennek. Úgyhogy így. A legeslegyakoribb és tanácsosabb dolog, hogyha képzeletben elfelezzük a pályát, egy-két fős pályánál, illetve négy fősnél is el lehet fejlázni, csak itt kicsit jobban látszik, akkor a pálya felünket azt kötelező benépesíteni. És helyenként, itt is van egy ház egyébként, ez is nagyon jó helyen van, mert itt is tudsz scoutolni, meg itt is. És helyenként az ő felére elhelyezünk házakat. Mint például ezek a halott területek, vagyis hát járhatatlan területek. Úgyhogy így. És akkor most nézzünk egy ZVZ-t. Hát ezen a pályán, nem? Whirlwind. Várjunk, ez melyik az a pálya? Ez 15 perces, ez 18 perces. Ez jobb. Near Planet. Mert itt kevesebb a járhatatlan terület. És egy olyan helyzetet is segít vázolni, amikor nincsenek biztonságos helyek a házaknak. Persze jobb lenne, hogyha ezen a pályán mondjuk egy nem ZVZ replay lenne, hanem mondjuk TVZ vagy PVZ, ahol komolyabb veszélynek vannak kitéve a házak, hiszen ZVZ-ben nagy eséllyel megússzuk, hogyha járható területen hagyjuk a házat. De most így alakult, hogy egy ZVZ-n van ezen a pályán. Hasonló módon küldjük ki az első házainkat, mégpedig a másik Naturaljára. A második házat én sem küldöm a Naturalra, mert ugye ZVZ-ben nem szokás blokkolni. Néha előfordul, de nem megszokott. Tehát a második ház is mehet ki kintre scoutolni. Ő itt a csőkhoz van ide rendelve. Látja, ha jön ki egység. Itt a következő. Azért, hogy egy... Menjünk, rossz vision. Azért, hogy egy majdnem folytonos visionunk legyen. Ha megnézzük ezt a két házat és a minimapet, egy ilyen kapszula alakú látóterületünk van. Mert nem túl nagy az átfedés a két ház látó területe között, viszont szinte folytonos. Ezt a házat még lejjebb is hozom, mert sokkal hallottam az átfedést, és ezért a lefelét látom így, ezzel pedig a felfelét. Ugye két nagy útvonal van ezen a pályán. És akkor van még itt is egy, itt is a harmadikomnál. ZVZ-ben a harmadiknál szoktak néha Banelinget átalakítani, tehát eléggé jelentős. És neki is itt van egy háza, mert fontos, hogy ZVZ-ben mikor foglalja el a harmadikját az ellenfelünk. Mivel én korai Mutualist-re mentem, és nagyon erős map control-ra törekedtem, ezért én nem nagyon szórtam szét a házaimat a harmadikja körül, és inkább Mutualist-kal scoutoltam, de ettől függetlenül a harmadikjához kell küldenünk. Itt van még két ház,
Ez, tehát ez a fenti területnek a kezdete, és itt pedig a vége. Tehát itt, ha jön valami, akkor látom itt, már megölte közben, és látom itt is. Tehát kétszer látom. Így nagyobb az esély, hogy nem maradok le róla. Neki is itt van egy háza, ő a negyediket scoutolja ezzel. Nekem itt van egy középen, hogyha esetleg pont a bázisom előtt Baneling, Morph vagy ilyesmi, vagy gyülekezik. Itt már elég sok házat elveszítettem. És inkább már letettem a házzal történő map control szerzésről, hiszen Mewtwo. Egyébként ezt mondtam pont a képnél is, hogy az nagyon Wings of Liberty is. Azok a rózsaszín pöttyök. És a kiegészítőben már nem lehet csak úgy szabadon szétszórni a házakat, és itt nagyon szépen látszódik, hogy a játék korai szakaszában milyen sok helyen volt házam, és most már mindenhol leölte. Itt látni egyébként, hogyha a minimapre néztek, hogy hol volt egységem, és hol soha nem volt effektíve. Tehát hatalmas területen volt már egységem, és ez mind ház. És mind le lett ölve. Itt is. Így. Itt még vannak. Tehát, igen, óvatosabban kell helyezni ZVZ-ben, a kiegészítőben, mint Wings of Liberty-ben. És tettem a mainem széleire is. Szinte katonás rendben állnak. Ez Nidus ellen nagyon jó, Changeling, ilyesmi. Nagyon hasznos. És itthonra is hagyok két házat. Hogyha esetleg kell detection vagy ilyesmi. Naturalnál is van. Úgyhogy körülbelül ennyi. Még a harmadiknak. Itt ezt a területet még itt be lehetett volna fedni, hogy időben lássam, hogyha támadja a földön a harmadikomat. De nem tettem. Majd talán legközelebb. Lehet, hogy nézek még egy ZVZ-t, és utána. Hát, ha valami érdekes pen. Ja, ez csak a kóhoz, ez annyira nem. Whirlwind. Nézzük meg a Whirlwindet. Hát érdemelne szót, igen, a drop használata, csak én nem igazán szoktam azt használni, tehát olyan teljes magabiztossággal nem igazán tudok arról beszélni, amit lehet és tudok róla így kezdőként, hogy hát amíg leertek volt az overload speed, most már ez nem igazán állja meg a helyét. De mivel sokkal több idő, 130 másodperc a maga a drop lehetősége, és 60 a sebesség, így ha nagyon szépen makróztunk és mindig elköltöttük a pénzünket, akkor célszerűbb volt előbb kifejleszteni a dropot, és amikor felénél jár körülbelül, akkor elkezdeni a speedet. Ez még most is így van, hogyha elfelejtjük, vagy akár nem fejlesztjük ki hatch checken a speedet, mert én nem sokat látom az overload speedet még ler előtt. Tehát ez most is így van. Én azt mondanám, hogy ha droppolunk, akkor ne olyan házakat használjunk, amik járhatatlan területeken vannak. Tehát ilyen peremterületekre gondolok a pálya szélein, hanem inkább olyanokat, amik a bázisunkban vannak. Egész egyszerűen azért, mert túl fontosak. A pálya szélén erről szót akartam ejteni egyébként. Csak még gyorsan befejezem ezt a gondolatmenetet. Túl fontos a vision pálya szélein. Úgyhogy azok a házak, amiket én eddig mutattam, hogy a bázison belül vannak, Overseer átalakítás céljából, illetve azért is, mert ott nagyobb biztonságban vannak. Azokat
érdemesebb elindítani. Az ellenfél bázisa felé, még speed nélkül is akár. Tehát ha nagyon korai ilyen dropszerűségre akarunk menni, és ott gyülekezni az egységekkel. Tehát azt, hogy hova rakjuk le őket, az egészen, hát az nagyon sok diszkussziót megérdemel, ugyanis TVZ-ben ugye sok az épület, akkor nehezen tudnak mozogni. Elsősorban meg ellen szoktak droppolni TVZ-ben, és akkor a Roach dominál, és azok meg eléggé lomhák. Persze lehet creepet generálni házzal, de az is plusz APM, tehát azért az már eléggé advanced technológia, ilyen TLO-szerűség. Én most a könnyen kivitelezhető mozzanatokra szerettem volna összpontosítani. Itt azért állítottam meg erről gyorsan szót akartam ejteni, és már az előző replayben akartam, hogy ZVZ-ben creep fölé ne vigyük a házat, ha közel van első, második vagy harmadik bázishoz. Negyediknél általában nem szokott queen lenni, hogy lárvát köpjön, de egészen a harmadikig esélyes, hogy van. Persze feltételező, hogy nincsen mutualist, mert akkor teljesen, akkor sehol ne legyen házunkin. De ha mondjuk Roach Infesta, ami nagyon népszerű volt Wings of Liberty-ben, akkor creep fölé ne vigyük. De pláne a másodiknál, tehát ő most megtette, tehát ez hiba volt. Ezt hogyha visszatekerném, akkor meg tudnám mutatni. Ez részéről hiba volt. Ő valószínűleg, ja, hogy nem megy a replay. Igen, ez még megy is. Hova küldi vajon? Azt nem látjuk. Szóval ez hiba volt részéről, hogy ide beküldte, hiszen az garantáltan elesik az a ház. Mert egy Queennek a sebessége creepen egy olyan 250, azt hiszem. Úgy látom. És egy háznak pedig 0,59. Tehát esélye sincs. Még amikor nem creepen van a Queen, akkor is 0,94 a Queennek a sebessége. Tehát még így is lefutja, de nem olyan könnyen, mint ami itt volt. Mit akartam? Overload. Igen. Helyezés. Tehát ha megnézzük, itt egy rámpa, és itt egy házam. Ugyanis persze ide lehetne hozni. Ez teljesen jogos, hiszen erre elhozhatja. És itt is van egy high ground, ahova vihetem. De mivel én itt vagyok, és egy támadás akkor a legeslegkhatékonyabb, hogyha lehető legkevesebb időt tölti utazással, úgymond. Ezért esélyes, hogy itt jön, vagy esetleg itt. Azt mondjuk nem fogom látni, tehát ez nem a legjobb helyen van ez a ház, de azért nem rossz. Mert rámpánál van, és látom, hogyha itt ezen a szűk helyen, itt végig libasorban jönnek a lingek. Itt van még egy ház. Ennek nincs nagy jelentősége egy ZVZ-ben, ez kicsit ilyen rosszul elhelyezett háznak tűnik nekem, kicsit mint hogyha dropot akarnék scoutolni TVZ-ben vagy PVZ-ben, de hát ezek előfordulnak. Itt is van egy, ez rámpa előtt. Ez ugye nyíltabb terület, és mondtam, hogy ez nem a leghatékonyabb, de például itt a bokor miatt ez nagyon sokat lát. Tehát ha megnézitek, itt, hogyha a rámpán fel akar jönni, akár ide a expet lecsukni, vagy akár itt körbe futni, így be hozzám, ezt én látni fogom. Azt is látom, hogyha innen jön, hiszen effektíve ezen a kis vékony részen nem nagyon fog átfutni semmi. Tehát ez egy nagyon jól elhelyezett ház. És relatíve biztonságban is van, hiszen ez közel van hozzám. Tőle relatíve távol van, tehát hogyha Mutualist-ra kerül sor, akkor van időm behívni. Illetve még van itt is egy ház rámpa fölött. Ez pedig a legeslegelső házam, azt hiszem, amit scoutolásra használtam is. Itt a felénél, ezt egyébként mondtam is adás közben, mivel nem találkoztak a házak, hiszen ő itt született volna, hogyha itt születik, és én ezt scoutolom azzal, hogy innen így küldöm a házat,
akkor esélyes, hogy ő is így küldi. Általában vízszintesen küldik a házakat. A zergek, nem tudom miért, ez lehet, hogy az emberi agy így működik. Tehát a pálya felénél találkoztunk volna értelemszerűen, mert mindkettőnk háza ugyanolyan gyorsan megy. Tehát ha itt nem találkoztunk, akkor biztos, hogy nem itt van. És innentől elküldtem így a házat, ezt látni is a Fog of War-on, hogy crosspoint scoutoljak, tehát ide küldtem a Nácsoljához. Aztán később nem figyeltem oda, és ez itt maradt ez a ház, tehát ezt természetesen ide el lehetett volna küldeni, hogy lássam, hogyha esetleg ide expel. De ez sokkal fontosabb early game-ben ez a takarékoskodás, mint hogy most akkor ide küldök még egy házat. Meg hát természetesen csak ismételni tudom magam, én is csak emberből vagyok és hibázok, úgyhogy igen, ez például egy apró hiba, hogy ezt nem használom ki ezt a házat. De most már tudjátok, hogy miért van itt effektíve. Hol van még házam? Hát itt is van egy. Ezek inkább, ezek a én mondjuk két kategóriába sorolnám így a házindítást, tehát a tojásnak rally point adást. Van a hosszú távú és a rövid távú, ezek mind hosszú távúak. És ezek sokkal precízebbek is. Tehát a hosszú távúak korán vannak, tehát a játék korai szakaszában, és jelentős scout helyekre küldöm őket. Ez különösen TVZ-ben és PVZ-ben fontos, ugye a mainjét körbezárni egy-egy házzal, vagy akár többel. És azok nagyon fix helyre mennek. És van a rövid távú, ami gyakorlatilag random helyre megy, és ugye a első, második, harmadik és negyedik bázis, amit körbefog terület nagyjából, tehát az mondjuk ez lenne, ez a kör itt, vagy ez a háromszög, így, nem mondjuk ide jön a negyedik. Ennek a területnek egy véletlenszerű pontjára megy, körülbelül a rövid távú. Tehát ezek azért vannak itt. Így. Olvasom a chatet. Majd replay után nem felejtek el. Mondjuk a csata az annyira nem fontos, viszont szeretném megjegyezni, hogy ez az a tipikus házelhelyezés, amit alacsonyabb ligában látni. Ez az a V alak itt kialakulóban, amit mondtam. Azért V alak egész egyszerűen, mert két bázis van, és a fő bázisról láthatjuk itt a rallit. Így jön. És itt látjátok is, ezek a kis karikák azt jelzik, hogy hol van a légi egészen pontosan, tehát a melyik hogy a Földön melyik az a pont, ami közvetlenül alattuk van. Igen, ezt akartam mondani. És mind a három ezen az egy vonalon van. Ez azt jelenti, hogy nem nyúlt hozzá születés óta. És ez a kettő, pedig lefele néz, ez pedig innen jött. És látjátok, hogy itt a vonal, és itt van a két karika. Amikor nagyobb a távolság a két bázis között, akkor ez egy nagyon látványos V alakká tud formálódni. Kerüljétek. A V alak az nem jó jel. És itt van még elől szétszórva néhány ház, ezeknek sincs jelentősége. Ez jól el van helyezve ez a ház. High groundon van, ad vision-t. Én ezekre nem figyelek oda annyira, úgy tűnik, hogy ő odafigyel. És itt van a Zeonaga fölött is. Ez jó, mert végül is folyamatosan tudja takarítani, hogyha esetleg az ellenség én mondjuk oda küldenék egységeket. Tehát neki egyáltalán nincsen ház szétszórása. Ez a kettőt leszámítva. Haladunk a replayben. Nézzük, hogy változik-e valami a ház kiosztásban. Itt jön valami. Ez a rámpa fölé ment. Tehát így most már elég jó a visionom.
Itt is látom, ha így jön. Jönnek a lingek, jönnek, jönnek, és itt is látom. Még több rövid távú rally. Bázison belőle. Ez már itt volt, ez is itt volt. Tehát én azt mondanám, jó a map visionom. Pláne úgy, hogy mutual escra mentem. Tehát nem kell olyasmitől tartanom, hogy esetleg ő kitör és leszedi az én házaimat. Tehát ez a végeredmény itt a meccs végén láthatjuk. Értelemszerűen a házak úgy orientálódnak, amerre az ellenség van. Tehát mondjuk ezt itt elhanyagolom, ezt a pályarészt, meg ezt is. Ezekre a területekre, hogyha esetleg egy ilyen rejtett bázist akarok scoutolni, akkor egy vagy két linget kiküldök, és járőrözés parancsa. Járőrözés, az nekem Q, és akkor Shift, és a bázisok köré kattintok, és akkor azok hatékonyan leszkáutolják. De alapvetően a házakat érdemes csak az ellenség irányába szétszórni. Valahogy így. Igen, most nézek csetet. Derékszög. Hát nem, mert az teljesen attól függ, hogy az első és a második bázis az hogyan viszonyul egymáshoz, meg hogy tehát a rally pont az hogy van a két bázis között. Az általában egy ilyen hegyes V alak szokott lenni. Na szóval, most kezdted az SC2-t, esélye van egy kezdőknek, hogy az elismert helyre jusson fel, illetve mennyi időbe jutni egy gyors bientyű használat, tehát betanulni egy gyors bientyű. De először is olyan nincs, hogy elismert hely, illetve sokak szerint van, de azzal nem kell foglalkozni. Az anyag, hogy a játékot a játékért játszad. Ez egy kicsit szóismétlés volt, de a lényeg benne van, ne a ligát nézd, hanem játsszál, és szeresd a játékot, és egyszerűen figyelj oda, hogy mit csinálsz rosszul, és arra is, hogy mit csinálsz jól, mert nem jó a negatív hozzáállás. Amit jól csinálsz, azt a tanulási folyamatban el tudod hanyagolni, értelemszerűen. És amit meg rosszul, arra jobban oda kell figyelni, és replayeket megnézhetsz, hogy mások hogy csinálják ezt az aspektust. Fontos egyébként, hogy a meccseket, vagyis hát egy fal játszását aspektusokra bontani. Ez például egy aspektus, hogy a házakat hova helyezem. Az például egy aspektus, hogy hogyan köpöm a lárvákat, például. Tehát, hogy elismert hely olyan szerintem nincs, és neked se legyen. Egyébként mennyi idő, vagy mennyi esély van, elég sok. Tehát, hogyha replayt nézel, könnyű letölteni bármilyen oldalról, streamet nézhetsz, most már mindenkinek az arcába odalökik. Tehát az információ nagyon-nagyon gyorsan áramlik, és nagyon könnyen a mai világban. Úgyhogy nagyon könnyű segítséget találni, hogyha gyorsan javulni akarsz. Betanulni a gyors billentyűk használatát, az is relatíve gyorsan megy, én azt tudom ajánlani, megosztom a beállításaimat veled. Azt hiszem itt van, hogy ki lehet rajzoltatni a gyors billentyűt a gombokra. Itt van. Display hotkeys on command card. Enables the display of hotkeys on command buttons in the command card. A command card az a jobb lenti része a felületnek. És minden gombnak a bal fenti sarkába kirajzolja a gombokat. És hogyha még egérrel használod, és feltételezem, hogy egérrel kattintasz a gombokra, akkor értelemszerűen oda fogsz nézni, hogy mit kattintasz. És hogyha passzívan látod a betűt állandóan, akkor tanulás nélkül gyakorlatilag megjegyzed egy idő után. Hát ez mindenkinek más, tehát ez attól függ, hogy kinek milyen affinitása van. Ha szaggat a stream, akkor kicsit sablonos a szöveg, de szerintem vagy Twitchnél van a hiba, vagy nálad. A legjobb, amit tehetek,
az azt javasolni, hogy archívumból megnézni, mert akkor betölti a teljes videót előre, és akkor meg tudod nézni, hogyha élőben nem megy. Sajnos. Creepelni bázisokat, ugye a házak tudnak creepet generálni. Én nem látom már nagyon hosszú ideje, én is régen láttam nagyon sokat. A harmadikat szokták, az a legáltalánosabb. Azért a harmadikat szokták, mert az egy olyan korai, tehát az egy fontos bázis, a harmadik, az egy nagyon fontos. Ma már általában adott, hogy két bázison van az ellenfél, mert így alakult a metagame. A harmadik bázis megléte az egyáltalán nem garantált, tehát az egyik legmeghatározóbb dolog, ami az ellenfél stratégiájára utalhat, az az, hogy van-e harmadik bázisa, vagy nincs. És hogyha hosszú ideig két bázison van, és megfogjuk esetleg a támadását, de nem vagyunk akkora előnyben, hogy egyből ellentámadjunk és megnyerjük, akkor szokták az egyik elől lévő házzal így blokkolni a harmadikat, hogy még tovább késleltetni. Lehet, én is régen csináltam, és most, hogy így említed, eszembe jut, hogy én egy ideje nem csinálom, és nem tudom, hogy miért. Szerintem azért nem, mert később, ugye csak le után lehet creepet generálni, hogy később oda kell menni az egyes házakhoz, és utána, és parancsolni nekik, hogy köpjenek oda. Míg az én megoldásommal, hogy a tojásnak rally pontot adok, annak pont az az értelme, hogy csak a gyártáskor figyelek oda a házra, és utána már nem kell. És akkor máshova figyelhetek. Tudom, hogy jó helyre küldöm a házat, mert amikor odafigyeltem, akkor tudom, hogy hova küldöm. Aztán később creepért nem megyek oda. Lehet, hogy rá kéne szoknom. Egyébként tud jó lenni. És meg is éri igazából a 100 minerolt még tovább késleltetni az ellenfelünk bázisát. Ha eszetekbe van, akkor csináljátok. Ezt tudom mondani. Most akarom elkezdeni, mert bejön maga a játék, de még soha nem toltam ehhez hasonló game-mal. Hát... akkor nagyon-nagyon göröngyös út áll előtted, hogyha még nem játszottál RTS-sel. De tud sok örömet okozni ez a játék, úgyhogy kitartást. Alap vagy egyéni hotkeyek. Ami neked közelebb áll. Én egy ilyen kombinációt használok. Azt olyan meg tudom én mutatni valahogy replayből? Szerintem meg tudom. Bemegyünk egy replaybe. Valakinek jobban fekszik az alap billentyűzet, mert mondjuk ha sokáig nem is tudja, hogy át lehet állítani. Vagy nem veszi a fáradtságot, hogy átállítsa, az is lehet. És megjegyzi az alapbillentyűt, akkor utána már nem érdemes. Az nem túl hatékony, ezt megjegyezném. Tehát például itt a Zergling, nekem E, de mindegy, szóval Z-n van alapból, az iszonyatosan nem hatékony, hogyha a bal kezetek a WASD-n van. Tehát én a Z-ről áttettem E-re, mert az közelebb van a WASD-hez. Tehát ebből a szempontból érdemes saját billentyűt használni. Én amiket átállítottam, az például a tekelés, tehát a főépületet. Hogyha upgrade-elem, akkor az nekem H, mert az L volt alapból a le, és az nagyon messze van. Úgyhogy én H-ra raktam. Illetve egységeknél, mindjárt megnézem. Nem nézem meg. Akkor majd mindjárt, hogy lesz lárvám, akkor mondom. Hát ez nem igaz.
Az a lényeg, hogy én a WASD köré orientáltam alapból a hotkeyeket, és ami még szempont volt nálam, amikor én kialakítottam, hát egy jó másfél évvel ezelőtt szerintem annyi már volt a hotkeyeket, akkor az volt a szempont, hogy a szóban benne legyen a hotkey, amit használok. Mert nekem úgy könnyebb volt összekötnem a két dolgot. Tehát például ezek is egyéni beállítások. C, mint Carapace. És V, mint Ventral Sax. És így a CV az így a WASD közelében van nagyjából. Nézzünk gyorsan egy lárvát. Nekem a Zergling az sajátos, tehát az nem Z, hanem E. Roach az alap, Hydra Y, mert van a Hydrában Y. És a WASD-hez közel van. Tehát, érted? Mutalisk az T, R mellett az úgy elfér, C. Azt hiszem az Infesto az alapból I. De nem vagyok benne biztos. Az Infestation Pit, tehát amikor építeni akarjuk a tech-et, az biztos, hogy I volt, azt is átraktam F-re. Meg lehet nézni a dolgozónál. Itt van, én ezt átraktam F-re. A Hydradent is áttettem Y-ra, tehát alapvetően a tech-nek ugyanaz a hotkey-je nálam, mint hogyha az egységet akarom hozni. Ultralisk az A, nem pedig U, mert az U az nagyon messze van, tehát Ultralisk az A, és a lárvánál is az Ultralisk az A. A Viper az X jelenleg, nincs benne a szóban, de a WASD körül fogy a hely, és csak az X-re tudtam tenni, illetve Swarmhurst az a Q, és gondolkozom azon, hogy W-re áttegyem. Úgyhogy nagyjából ennyi. Azt hiszem. Más nem használok. Ami egyedi. Milyen chatet olvasok? Hát a Twitch. Twitch.tv per kuvasz. Én nem tudom, én még a kiegészítő metagémjével annyira nem vagyok tisztában, úgyhogy az, hogy overload speedet mikor hozni, és mikor nem, erről én nem tudok nyilatkozni. Nem érdemes megvenni. Mármint, hogy csak a Wings of Liberty-t. A Heart of the Swarm-ot érdemes megvenni, mert senki nem Wings of Liberty-zik. Ennél mi sem. Ezt mi sem támasztja alá jobban, mint hogy gyenge magyar SC2 játékosok Grandmaster ligában vannak Wings of Liberty-ben, ami a legeslegmagasabb liga. Tehát ennyire kevesen játsszák. Auto Mine. Az az, hogy automatikusan kiküldi a dolgozókat, az itt van. Enable starting worker rally. When enabled, sets a rally point at nearby minerals and orders your starting workers to begin gathering automatically. Tehát amikor elkezdődik a játék, akkor maguktól elindulnak a dolgozók. Hát igen. A HOTS relatíve sokkal kerül a kiegészítőhez képest. Jó, hát ha nincs több kérdés. Már így is kicsit többről volt szó, mint a ház elhelyezés. Ezt nem pont így terveztem. De mindegy, hát ha volt kérdés, akkor azt megválaszolom. Ha esetleg szeretnétek meghálálni, vagy nem tudom mi a jó szó erre. Ezt az adást, vagy esetleg többet szeretnétek a jövőben, akkor... facebook.com/kuvasztv. Hogyha lájkoljátok, akkor minden ötödik lájk után lesz még ilyen beszélgetős, bevezetős adás. Vagy a twitch.tv/kuvasz. Az pedig, ha a fiókotok van, már pedig ha tudtok csetelni, akkor van fiókotok. Akkor itt a jobb oldalon olvasható címen, most a Facebookos van kint, de majd jön a Twitch. Tehát a per new, akkor a videó bal alsó sarkában van a follow. Azt is megköszönöm, hogyha követtek. Ha követtek, akkor
Értesítőt kaphattok, kérhettek, ez nem kötelező, nem fogja teleszemetelni az e-mail fiókotokat. Tehát élőadásról értesítőt kaphattok. Ha Facebook like meg, akkor akkor több ilyen benfentes infót kaptok. Tehát az ilyen rendszeresen frissített, ilyen kis blogszerűség. Úgyhogy, ja. Azt hiszem ennyi volt mostanra. Remélem hasznos volt. És sok sikert a ladderon. Na, szevasztok!